kolostor még félig kőből és fából épült, de jelenleg már csak kellés kövekkel. A harangtorony is ebben az időben épült. A harangtoronyban 6 harang található, a 2 nagy harangot a cárok ajándékozták Tikhosz kolostor számára. Az emeletben van a bútorok, perzsaszőnyek, minden, ami vendégszobák. Teljesen ingyenesen lehet itt a kolostorban aludni. Tehát a ciprusiak, ha olcsón akarják megúszni a nyaralásukat, akkor följönnek kocsival és végig látogatják a kolostorokat, minden este valamilyen kolostorban éjszakáznak. Természetesen ágyneműt kell hozni. Valami vacsorafélét azért kapnak, és ugye a kolostor elvár valamiféle kis támogatást is. Van szabad a parkanton? Van, vagy akkor olyan sokan jönnek, hogy be kell jelentkezni. Nem csak az, hogy be kell jelentkezni, hanem elválasztják a családokat. A férfiak éjszakázhatnak, és a nők, a hölgyek és a gyerekek számára felépítettek egy ilyen vendégházat, ahol a hölgyek és a gyermekek éjszakázhatnak, mivel a gyerekek mindig hangosak és ők pedig szeretik a nyugalmat. Amikor úgy volt, hogy 3-kor bezárták a kolostort, és nem engedtek már látogatókat,